Sziasztok! Ma a Zoom Potrek 4-ről fogunk beszélni. Van egy Potrek 8 és ami nem annyira hordozható, és egy más szerintem az a célközönsége, akiknek ez való. Viszont ez egy 67 ezer forintos készülék, amit bárhova magaddal tudsz vinni, rengeteg funkció van benne, amit át fogunk beszélni, azt is, hogy kinek való, milyen a dizájnja, hangteszteket csinálunk. Viszont előtte jöjjön az intro. Mielőtt belvágon kell kell mondanom néhány dolgot, a Zoom elküldte nekem a potrek négyet, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondok, tehát teljesen a saját őszinte véleményemet hallhatjátok. A másik, hogy ez egy nagyobb szériának a része, a Zoomnak rengeteg kiváló terméke van, és több videóm készül a Zoom H szériáról, ami egészen egy kezdeti olyan szinttől, hogy mondjuk a mobiltelefonunkhoz csatlakoztatunk valamit, a nagyon profi produkciók Való audio rekorderekig át fogjuk beszélni. Hogyha később nézed ezt a videót, akkor a like alatt a leírásban megtalálsz mindent, illetve kártyákat is fel fogok rakni. De most beszéljünk a POTREK 4-ről, és kezdjük a funkciókkal. Ez egy 4 XLR mikrofonos belmenettel rendelkező audio felvevő. Nincsen külön mikrofonja, mint más Zoom termékeknek, viszont a 4 mikrofont egyből be tudjuk csatlakoztatni, és mindegyikhez van külön-külön fejhallgató bemenet, tehát egy ilyen kicsi kis eszközről tudjuk használni. És ahogy hallatszik, most is ezzel veszek fel, amúgy a Shure SM7B-t egy Cloudlifteren keresztül használom, ez a hangja. De amúgy annyira erős a Potrek 4, hogy amúgy nem is kellene a Cloudlifter, de mivel van, miért ne használjam, az audio megmutatom, hogy milyen, hogyha ezt nem használom minden egyes sport 70 decibeles gént kap, ami rengeteg. Az asztalomon lévő Audient Evo 4 és 8 az sem ad ennyi erőt, Hogyha amúgy nem látjátok, erről is van egy review, ezt itt meg tudjátok nézni, és ezt mindegyik külön portnak adja, ugyanúgy be tudunk állítani Phantom Power-t is. Ugye ennek pont kell ez a Phantom erő az SM7B-nek, és hogyha különböző mikrofonokat használunk, akkor eldönthetjük, hogy melyikhez szeretnénk, melyikhez nem szeretnénk Phantom Power-t. A felvétel formátuma és típusai alapján. Egyszerre, amikor mi felveszünk, van egy mixünk, tehát mindegyik olyan tracket, amit használunk, egybe is tudjuk hallgatni, de megvan mindegyik csatornának a külön-külön felvétele, hogyha mondjuk valaki hangosabban vagy halkabban beszél, vagy valamit szeretnénk változtatni, akkor ez mind-mind-mind külön fel van véve, ahogyan a hangefektek is. Van jó pár hangefekt magán a Potrack négyen is, és ezeket a kis gombokkal rajta aktiválhatjuk, ami a mixben benne van, de külön is felvételre kerülnek, ami egy nagyon aranyos kis extra, és saját hangefekteket is berakhatunk, hogyha SD kártyával ezt rátöltjük. És apropó, SD kártya, nyilván arra is tudunk rögzíteni, és mindenféleképpen javaslom, hogy rögzítsünk, de hogyha a Potrek 4 négyet közvetlen csatlakoztatjuk a számítógépünkhöz, akkor azon is ugyanezek a felvételi módok érvényesnek, és ott is elmentődnek a fájaink. Én mindenféleképpen így javaslom, hogy használjátok, hiszen így kettő helyen van felvéve, és sokkal kisebb a valószínűség, hogyha valami történik, akkor bármi elveszne. És hogyha már csatlakoztatás, beszéljünk arról, hogy ö, hogyan tudunk ebbe áramot tenni, hát van a hátoldalán, két ez a dupla-ás elemmel tudjuk ezt ö, üzemeltetni, de elég gagyi akkor az ideje, ugyanis egy kevés, kevesebb mint egy órát lehet így használni, viszont van rajta két USB-C csatlakozó, és az egyikkel, hogyha van egy powerbankunk, ugye általában a telefonokhoz már kb. mindenkinek van, Használ, tölthetjük ugye Powerbanken keresztül, és akkor órákon át tudunk felvenni, mert azért a podcastek jóval hosszabbak szoktak lenni, mint egy óra, legalábbis a nyers felvételek. És a másik, hogy egyből, ahogy mondtam, csatlakoztathatjuk a számítógéphez, aminek azon túl, hogy tényleg ott is rögzítjük a fájlokat, a hangfájlokat, az is az előnye, hogy a, az áram átmegy a számítógépünkön keresztül a Potrek 4 négyen keresztül, és mind ez áramot ad, a, a, megfelelő erőt adja a mikrofonjainknak, és folyamatos áram alatt van a potrek négy is, és mindezt igazából egy USB-c-s kábellel, tehát nem kell ezer eszköz vagy ezer kábel, hogy nálunk legyen. És ha már kábelek, ugye Hallgathatjuk, hogyha mondjuk számítógépen keresztül ö, használjuk, akkor ez egy kettő bemenetes, kettő kimenetes eszköz. Viszont, ahogy mondtam, négy darab mikrofont tudunk csatlakoztatni a Pótrek négyhez, de nem csak mikrofont, hanem fejhallgatót is csatlakoztathatunk, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki beszél, külön hallgathatja azt, hogy mi zajlik. Ezt egy úgynevezett mixben hallgathatjuk, és nem csak akik jelen vannak, hiszen használhatjuk a telefonos hívás funkciót is, és akár egy extra bluetoothos kiegészítővel, vagy USB-C-vel, vagy pedig a jackporttal, a 3,5 mm jackporttal, csatlakoztathatunk egy telefonhívást, és akkor az is rögzítődik ugye a sztereóban felvett közös csatornákra, meg egy külön hangsávja is lesz. Csak annyit tudjunk, hogyha csatlakoztatunk egy ö, telefont, akkor a 3 csatorna, vagy a négyes es csatorna attól függ, hogy USB-vel, vagy pedig... Ö, kis jackkel csatlakoztatjuk, azt elveszítjük, tehát akkor már nem lehet négy XLR-es mikrofonnal felvenni, de mégis gyönyörűen mozog együtt az egész, és egy mix minus funkciónak köszönhetően be tudjuk állítani, hogy ne hallja vissza magát az, aki a telefonhívásban van benne, viszont mindenki hallja azt, ami a hívásban van, és természetesen a többi embert is. Az egyik dolog, amit leginkább szeretek a Potrek 4-ben, az az, hogy nagyon könnyen lehet beállítani a legfontosabb dolgokat, ez pedig a gain és a hangerő. Mindegyik csatornának van egy külön kis tekerője, amivel beállíthatjuk, hogy kinek mekkora legyen a génje, és ugye, hogyha ezt már beállítottuk, tehát mindenkinek a hangszintjéhez, tényleg az, ami kijön egy mixer, stereo audio file, az lehet, hogy egyben pont jó, ahogy van. De nem csak a gént állíthatjuk, hanem azt, hogy a fejhallgatóban mit hallunk vissza, és hogyha ezt nem szeretnénk egyesével állítgatni, akkor megtehetjük azt is, hogy mindegyiknek egyszerre a hangerejét állítjuk, és nincs szükség arra, hogy bemenjünk a menübe, elveszünk, hogy mit hol kell beállítani. És apropó menü, a kijelzője nem touchscreenes, nem érintő kijelző, nem színes, de mégis a legfontosabb dolgokat mutatja. Mi az? Hát az első az, hogy felveszünk. Tehát, hogyha bármikor izgulnánk attól, hogy megy a felvétel, ha látjuk, hogy ugye pörög az idősáv, akkor felveszünk a másik, mutatja a hangerőt, mutatja mindegyik csatornára, hogy éppen mi történik, és hogyha belemegyünk a menübe, amúgy nagyon különleges beállításai lehetőségeink vannak. Nem maga az, amit beállítunk különleges, hanem hogy egy ilyen árazású terméken, egy kevesebb mint 100 ezer forintos terméken megtehetjük azt, hogy a limitert Kompresszort, EQ-t, ezeket mind beállíthatjuk és elmenthetjük preszeteknek. Általában egy ilyen szintű eszközön ezt nem lehet beállítani, hanem majd, amikor ott vannak a hangfájlok, akkor a számítógépünkön és az audio szoftverünkben, vagy hogyha mondjuk ezt most, mint én, egy videóra veszük fel, akkor a videóeditáló szoftverbe lehet utólag megcsinálni. Itt meg mindent előre is meg lehet csinálni, amit nagyon szeretek benne. Muszáj beszélnünk a negatívumokról, mert van néhány, annak ellenére, hogy szerintem ez egy nagyon eltalált termék, és a Zoom híres a magas minőségéről, van néhány olyan dolog, amit, amit uh, lehet, hogy másképp csinálnék. Nyilván az árazás miatt, de műanyag. Ezért betehettek volna például egy kis táskát, amiben berakhatjuk, és azzal hordozzuk. Ez nem történt meg mindenféleképpen, mivel nem egy nagyon robosztus, nem kemény az a kialakítás, amivel a Zoom Potrek 4 rendelkezik találjunk valamilyen kis hortáskát, vagy eszközt, amiben berakhatjuk, mert félő, hogy mondjuk megsérülhet. A másik dolog meg, hogy talán nem a legjobb erősítők kerültek bele a fejhallgatók számára, ugyanis amikor visszahallgatjuk magunkat, és ez az élő felvétel közben, amikor történik, hallgathatunk valamilyen kis sípot, vagy egy ilyen furcsa hangot, ami megijeszhet minket, hogy úrisen akkor rossz lesz a felvételnek a minősége. Nos, nem ez a helyzet, ugyanis ha bár ezt halljuk a fejhallgatókon keresztül, de a végső fájlban ez nincsen benne, úgyhogy lehet, hogy ez is egy ilyen költségcsökkentő tényező volt, hogy csak egy ilyen Alapszintű erősítőt kapott az a csatlakozó, amivel ugye a fejhallgatókat csatlakoztatjuk. És ezt már említettem az utolsó a negatív oldalon, hogy a kételemmel nem valami hosszú az élettartalma, amit fel tudunk venni, úgyhogy tényleg szükséges az, hogy valamilyen power legyen. Na és kinek való ez? Hát biztos nem azoknak a geekeknek, akik a audiofilek és a legjobb minőség, a legapróbb kis beállításokat szeretnék a hangfájaikban. Nem is való szerintem egy professzionális vagy komoly megbízás alapú produkciókhoz, ugyanis ott Szerintem a legfontosabb az, hogy a technika segítsen minket, nehogy bármilyen bajunk lehessen, és ahhoz igenis mélyen a zsebünkbe kell nyúrni, és olyan eszközöket kell használnunk, ami nagyon-nagyon jó. Azt viszont el tudom képzelni, mert sokan csinálnak azt, amikor mondjuk mennek te professzionális felvételeken, akár videóinterjú, vagy podcasteknél, hogy nem csak egy helyre rögzítenek, és ha bár említettem, hogy tudunk egyszerre a komputerre és a potrekbe is rögzíteni, de konkrétan még használnak egy extra felvevőt, és akkor így már három, vagy akár négy helyre rögzíthetünk. Ilyen esetben mondjuk van egy Zoom H8 a, ilyen field recorderünk, amivel felveszünk, az egy jóval drágább és robosztusabb eszköz, de egy backup megoldásnak nálunk lehet csatlakoztatva a Pótrek, és akkor így az is felvesz. Arra akár még el tudom képzelni, hogy használjuk, na de akkor kinek való? Hát pont nekünk az olyan szóló akinek mondjuk azért nem korlátlan a büdzséje, szeretné azt a minőséget, mint például, amit a Zoom biztosít, de, de nem akar elkölteni mondjuk sokszor ennyi összeget, több százer forintot csak arra, hogy fel tudja venni azt az adott felvételt. Nos, te hogy állsz vele? Inkább vennél egy drágábbat, vagy azt mondod, hogy nincs is szükséged rá, elég az, hogyha telefonnal felveszünk valamit. Kérlek, mondd meg a kommentbe, és hogyha most találkoztunk először, és tetszett az, amit láttál, akkor akár fel is iratkozhatnál, és a csengőt is benyomhatnád. Nem csak ilyen tippes review-kal jövök, hanem mivel egy vállalkozóként építem a, a, videós karrieremet, elvisztek titeket konkrét forgatásokra, és ott megmutatom ilyen vlogszerűen, hogy hogy veszem fel a dolgokat, hogy editálom, tutoriálok vannak, és hogyha már a vállalkozást említettem, tavaly a HVG kiadta Válj valóra címmel a könyvemet, ami én márka, produktivitás, lifehack szól. Erről csináltam egy napi vlogot, hogyha gondolod, azt nézd meg, de amúgy a like alatt a leírásban ott van, hogy a könyvet hol tudod megvenni. Remélem, hogy még találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Itt voltatok. Szia. Sziasztok.